Tűzben és rongyokban, árván s boldogan. Szada nagyközség október 23-án a Székely Bertalan Művelődési Ház színház termében emlékezett meg a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményéről. Ünnepi köszöntőt mondott Jókai Anna, Kossuth Díjas költőnő. Kistarcsán a hagyományoknak megfelelően a volt internálótábor emlékfalánál kezdődött, az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére megrendezett ünnepség, melyet követően a Hová tegyük Rákosi elvtársat című politikai bohózat idézte meg az 50-es évek Magyarországát a Csigaház színpadán. Mert egy nép azt mondta, elég volt. Márai Sándor a világirodalom legendás alakjának sorajának azon az emlékművön, melyet ünnepi műsor keretében avattak föl Hévízgyörkön az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére október 23-án.